ez úgy néz ki, hogy mi megvásároljuk az újságot 35 forintért per darabját, a minimális napszámmennyiség az 10 darab, és utána kint az utcán, ugye járókelőknek, ne adj Isten autósoknak terjesztjük, és hát ők megvásárolják, ki mennyi összeget ajánl érte, az általában minimum a 100 forint. De inkább 200 szokott lenni, hogy egy újságot megvesznek, mert rájöttek arra, akik már rendszeres olvasók, hogy ez egy elég jó minőségű újság. Vers, próza és grafika kategóriában hirdetünk pályázatot 2004 óta, és havonta kapunk körülbelül 60 alkotást, tehát már lehet mondani, hogy ez egy ilyen eléggé kemény mag, akik minden hónapban küldik be a munkáikat. Van egy szabályzatunk, terjesztőket veszünk fel, felvételi beszélgetés, próbáljuk a kapcsolatot tartani ezekkel az emberekkel, megjelenési lehetőséget biztosítani nekik és jövedelmet. Először is Európában egyedülálló ez az újság, egyedül Chicagóban van hasonló utcalap, ugyanis ebben 80-90%-ban hajléktalan emberek alkotásai vannak, vagy cikkei. Klubszerűen működünk, hétvégenként csinálunk programokat, a művészeti pályázathoz havi díjátadó kapcsolódik, az, hogy otthontalan embereknek az írásait közölhetjük. Tényleg az ő gondolataikkal találkozhat az olvasó első kézből. Nagyon értékes dolgokat tudunk ezáltal közvetíteni, olyannyira, hogy antológiák is születtek már ezekből a munkákból, szép irodalmi könyvkiadóknál. Sokat kell érte dolgozni, szóval azért, hogy összejöjjön valami, hogy kint kell állni hidegben, télben, hóban, fagyban, esőben, hogy összejöjjön a pénz. Hogy a két hetente megjelenő újság elsősorban művészeti, politikától mentes, főleg pártpolitikától mentes. Van egy keresztrejtvény, amit állítólag a rejtvényfejtők szeretnek, csak rendőrségi kis képzés után lehet valaki állandó terjesztője a fedélnélkülnek. Kiállításokat szoktunk csinálni a képekből, a képeket is igyekszünk bemutatni a labban. 2005-ben felvettek újságírónak egy 2,5 éves európai programba, ahol tördeltünk, szerkesztettünk, interjút készítettünk, konferenciákra utaztunk külföldre és Magyarországon, és 2009-10-ben és most 2013-ban fizetett szerződéses alkalmazottként vagyok a Menhelynél, mint programkoordinátor. Ez kimondottan egy olyan munka, amiből meg lehet élni. Akár albéletet föl lehet tartani, nem biztosan. 8-10 órát is, ha dolgozik az ember, nem biztos, hogy egyformán adományoznak a vásárlók. Érdemes megvásárolni újságot, én mindenkinek azt tanácsolnám, hogy próbálja ki egyszer megvenni, és talán csodákat fog látni, hogy mire képes egy hajléktalan ember.